Szevasztok srácok, Zoom vagyok, üdvözlök mindenkit, és ez Savage-nek a kazakuszos, questes Control Mage listája, ami játszik természetesen Death Knight Jaina-val. Így gyorsan átszadok a decklistán, de hogy egyébként így vannak van csodálatos Arcane Giant-ünk, Lich King-ünk, mindenféle control eszközünk, a questhez Ghastly Conjurer-ünk, Simulacrum-unk, úgyhogy itt így nagyon-nagyon-nagyon sok minden helyet kapott erre, ebben a deckben. Golakka, Doomsayer, Dirtyre, tehát minden, ami szemszájnak ingere, és hát természetesen ugye a quest. Úgyhogy ezzel fogok most neki menni a létrának. Savage-nek elég jól ment, de hát Savage az mégiscsak Savage, és én meg én vagyok, úgyhogy nézzük a létrát, és hogy sikerül-e ezzel a deckkel igazából nyerni egy párat, így bemenni mondjuk rank 4-re, vagy ilyesmi. Nem tudom, észrevettétek egyébként az új kliensben, változott egy-két dolog, mióta kijött a patch. Például a legutóbb játszott ellenfél már nem jön ki alapból, hanem egy kattintás, hanem legalább hármat kell kattintani. Úgyhogy így hogyha valaki így sós a játék után van három kattintásra, még rájönni arra, hogy most tényleg az ellenfelet fel akarja venni és el akarja küldni az édes jó anyjába. Jó. Mennyire vagyok greedy, hogy a Medivh Zolét kijátszom? Mármint, hogy nyilván abban kalkulálok, hogy Arcanologist, felrakom a Secretet Medivh Zolé, de igazából teljesen mindegy, Arcanologist-ot megtartom, de körülbelül ennyi. Mondjuk Bully Priest ellen jó, de hogy ötödik körre... Szerintem csináljuk így. Nem biztos, hogy ez a legjobb, de mondjuk ez így még mindig egyenesebb a körben, mint úgy. Az jó. És valószínűleg következő körön megcsinálom a Cabal Courier-es dolgot. Már csak azért, hogy a coint is kihasználjam, és így egy körrel közelebb vagyok a dologhoz. Dupla DK. A végül is 5 armor. Még Kazakusz egész jól jött volna, és akkor kivettem volna a kezemből a mindent, de egyébként ez se rossz így. Nem húzatunk vele többet. 2 pont elég. Most kellene a Dirtyret egyébként, hogy Kazakusz kiráncsuk majd a mancsai közül. Gondolom a Smite-ot nem használja erre. Igen. És healed. Hát köszönjük szépen. Nem tudom, hogy lehet-e más tenni, mint hogy köszi. Na. Monobind. Van a bind jó, mert ingyen spell. Ezen kívül más esélye, vagy igazából pozitívuma nincs, de jobb a kör van talán. Mert most kiraktam volna őt, és tudok egyet pingelni, az igazából semmi. Bully az jó. Ugye a Dragonfire potira egész szar ment olyan szempontból, hogy beleüti a kis csejt, és utána belecsapja. Tehát le tudja szedni, viszont egy coint kapok tőle, és az Antóhoz elég jó. On Curve Kazakusz. Az enyém meg valahol a deck alján van már megint. Nagy kérdés az, hogyha Giant-et kirakom, az milyen gyorsan fog megdögleni, de szerintem ahogy lehet. Alapvetően. Jó, ez most intellect vagy bully? Szerintem ezt megcsináljuk ebből a... De az a baj... Nézzük meg, mit húzunk el, jó? Jó... Glyph jó, de... Ezt azért csináljuk, hogy következő körre a kevesebb lény legyen kint a bullyra.
Ha kiraknám az Arkon Logis-ot, akkor bele tudok egyet másolni a bunihoz. De nem biztos, hogy ezt meg akarom tenni. Az ciki. Főleg, hogy... Ó, és egy jó antó. És ezzel az a gond, hogy tele tud húzatni. Hát, hogyha két coin kapok tőle, ami egyébként tőle elmebetegség, akkor azért mégiscsak az neki elég rossz. Egy coin. És kész fel? Nem olyan rossz. És nincs teljesen tele a kezem. Na, tudja, hogy mivel játszom. Iceblockot kapott vajon, vagy berie? Oh. Az igen. Na jó. Az belecsapja, akkor ez olyan Blizzard lesz, mint a fene. Vagy elblizzardozok? Ez jó kérdés. Ám mondjuk egy jó MC-tek. Ja, az úgy nem rossz. És ez persze Antóval jobb lett volna, de szerintem így sem olyan borzalmas. Counterspell-t akarok-e, vagy Barrier-t? Volcanic Poti? Hát... nem takarítja le az asztalt. Counterspell-tán jobb egy fokkal. Meg Antóval is sokkal jobb ez így, ebben a formában. De hogy öljük meg? Hát, ezt kiraknám. Ezt kirakom és lecsapom a 3-3-at. Jó. Jó. És akkor így következő körre Antóval ezt így meg lehet csinálni, és a Counterspell miatt tán Antót le se tudja szedni. És akkor meg elég jók vagyunk, vagy ha nem, még akkor is kaptunk két Fireballt. Jó, nem végtelen Fireball erdő, de... Ez mégis csak 12 HP. Nem mellékesen az óriás 3-ba fog kerülni akkor. Sőt, tudok még egy óriást másolni, hogyha éppen akarok. 3 manáért. Na, ez egy lehetőség. Jó. Ez nekem elég jó kérdés, hogy most megjátszom-e, de valószínűleg ezt meg kell játszani. És ügyes volt, ügyes volt. Nyilván tudta, hogy mi az, amivel játszom. Még nincs ezzel probléma. Mert ez nem a kezemből jött. Ez sem. És nem teszem le az óriást. Következő körre meg tudom azt csinálni, hogy óriás, fireball, time warp, és utána óriással még egyszer arc. Jó, ha greater healing potion-ja van, akkor ez rossz. Jó. Oké. Okay. Ez nem rossz. Na, számoljuk ki.
Tehát az 14-et tudok neki ütni, ha jól számolom. Elbasztam! Ott volt a letálom. Elbasztam, srácok. Édes Istenem. Egy reményem lehet még, hogy húzok valami kézből sebzést, de igazából az nagyon sovány. Ó, basszus, mondjuk akkor nem jött volna ki manából. Tehát a manát nem számoltam. A golakkal semmit nem csinál. Fenébe. Jó, ez egynek jó. Ha kirakom az Anduint, akkor tudok kettőt arcra menni neki. Megölöm az óriásomat? Azért, hogy kettőt talán tudok neki sebezni. Hát ebben nem vagyok biztos. Csináljuk már meg ezt inkább. Ez biztos? Hoho. És nem razom. Most ezzel négyes sebezni sehogy se tudok. Ugye ez a probléma. Tehát ahhoz kellene valami ingyen spell. Egyébként Time Warp. Tehát ingyen volt az óriás. Le tudtam volna másolni, de szerintem azt akkor a Firebolt kellett volna egyel később, de az letál volt egyébként. Az csúnyan letál volt. Mert a Fireboltnak teljesen mindegy volt, hogy melyik körben teszem le. Igen. Jó, ezt én basztam el. Hát ez... That's my bad. Ez milyen szépen meglepődött volna, Priest barátunk kap egy 16-os arcra. Az elég jó. Na jó, én ezt megcsinálom. Na, mi maradt kint a három lényből? A három lényből a Taunton kívül bármelyik kimarad, akkor nyertem. Jó, így nem. Oké. Egyetlen egy sebzés. Egyetlen egy sebzés. Lehet mondjuk lehet, hogy egy körig kivárok. Öt manásot csinálunk. Démon. Ez is jó, mert így legalább a... Jó. Így ez a Pyroblast letál, ő biztos, hogy nem tud leprokkolni. Hogyha Greater Healing Potionja van, akkor ő visszamegy. Talán 21-re. Az nem annyira vicces. Jó, ez Counterspell check. És hiba, hogy nem ütött. És most Greater Healing Potion? Nem. Mondjuk ingyen van. Tehát még lehet Greater. És nem üt vele arcra. Jó, már nem, de még lehet pósa, mert egy olcsóbb. Na. És a misplay ellenére ez meg lesz, úgy látom. Jó. Srácok, never mislead-ol az a helyzet. Itt nem szabad.
mert akkor még két körre tovább fog tartani, és nem biztos, hogy megnyerjük a meccset. De így szegény Razakus Priestet így elküldtük oda, hova való. Na most akkor próbáljunk egyet úgy nyerni, hogy nem rontjuk el, és nem misszelünk Latált. No. Na jó, megtartom így Medivh's Volley-t. Ez mondjuk annyira nem. Ez annyira nem jó. Ez főleg. Teljes late game a kezemben. És ugyanazt játsza. Hát akkor ping, courier. Greedy vagyok, és megpróbál majd a volleyből kiszedni az értéket meg. És lefrostboltolja, akkor igazából semmit nem ér. Na. És inkább elgondolkodott rajta, hogy pingel a glyph helyett. Azért az szép. Az előbbi nagyon csúnya volt, hogy az óriások meh. Konkrétan 22 tudta volna ütni abban a körben, meg a ping. Ez nagyon sokat fog számítani. És már megint Anduin. Körvön egyébként a Servant of Yogg-Saron talán jobb. Nyilván ez 5 seb, vagy mint hogy 5 armor. Ja, legyen Anduin. Már megint. Körvön sokkal jobb, a másik nincs mit csinálnom. Gyakorlatilag a következő két körön oké, glyphezni tudok. Glyphből, hogyha tudok szedni egy secretet, akkor ki tud menni ő is majd az 5. körben. Ez elég baráti. Most képzeljük el egy olyan világot, hogy nem frostboltolja le, és nem fogja le frostboltolni. Wow. Ó, egy jó buli. Na nézzük ezt. Hát én nem is tudom, hogy mi lehetne a legjobb. Jó. Elég sok fenyegetésünk van, ami azt jelenti. Hogy így, hú, jó, a bulival tök jó, mert így lesznek coinjaim. És így lehet, hogy meg fogom szívni ám. Mondjuk a Blizzard itt most tök jó kirakni. Hát más listával játszunk, ez egészen biztos. Ő a sima Exodia listát játsza, én meg ugye ezt a DK-s kazakuszos történetet. Ez a vétán egy kicsit konzisztensebb. Jó Doomsayer. Én itt nagy baj el voltam vele, hogy majd a Blizzard, de hogy ez semmit nem csinál az ég egyet a világon. És nyilván úgy gondolja, hogy az blokk. Ingyen spell, azt mindig szeretjük. Főleg, hogyha nem égetek vele lapot. Úgyhogy lehet, hogy a bulitánt gondolom most még egy kicsit, hogy ez lehet, hogy nem megy ki.
Ugye az a gond, hogy most a Medivh's Volley-nak az értéke így egyből elszállt. Tomot nem tudok játszani. Tíz lap van a kezemben. Kirakom ezt, ugyanúgy tíz lap van a kezemben. Viszont van három manám. Kirakom a bulit, túl fog húzatni. Kirakjuk ezt is simán. Meg ezt is. Jó, így van, 8 lap a kezemben. Kirakom, akkor lesz 7. Jó, ezt csináljuk már meg. Jó. Jó, egyébként valószínűleg az MC-tekre ugye semmi szükségem nem lesz ebben a meccsben. Jó, ez valószínűleg Counterspell. És gondolkodik, melyikbe trade-eljen. És arca, hely. Jó. Tudom, hogy ez Counterspell egyébként, de inkább ezt. Hú, és nem Counterspell. Jó barrier. Oké. Jó. Meg fog-e szivatni ez a nagy kérdés? Mert ha egy coint ad, akkor azzal még nem, ha kettőt, akkor azzal igen. Viszont hogyha ad egy coint, akkor én azt simán lealexozom az arcát. Ilyen kézzel ezt valószínűleg is kell tennem. Mert így most egy körön belül tudok sebezni egy 10-es, 11-et plusz az Alex. Ugye kiment a meteor, úgyhogy nem félünk. Ez mondjuk cuki. Második Doomsayer. Az ott meg egy csé. Hát... Majdnem megettem. Viszont az blokk. Láttátok ezt? Ez az új animáció, az most került be. Szóval, ezzel tudok 9-et sebezni rajta. Plusz az Alex. Van-e második Nova? Ez a nagy kérdés. Ha van második Nova, még akkor is el tudok menni arca 11-jel. Az már majdnem prokkolás. Vagy megcsinálom ezt, meg a pinget, az 10. Az majdnem ugyanott van. Ez valószínű jobb egyébként, mert ez jobban szekvenciálja, ez prokkoláshoz jobb. És ez azért jó, mert ugye ez gyakorlatilag prokkolja egyben, hogyha nem rak ki Counterspell-t, és már pedig elvileg nem lesz nála. Glyphből még lehetne, de abból a Mirror Image-eket szedte. Blizzardért ás, de hiába ás Blizzardért prokkolva lesz ebben a körben, csak amíg nem tudja. Igen, abból még lehet neki Blizzardja, ha nincs, akkor viszont vesztett. Az a ciki egyedül. Igen. Igen. És idegen tollakkal ékeskedik a barátunk. Ezt meg kell csinálni. És ebben reménykedünk, hogy ez nem Counterspell. És az. Basszus. Ez de szar. De legalább belejátszott a questbe. Ez azért nem olyan rossz. Na most, hogyha ott van nálam minden, akkor ez rossz. Ezzel a lappal játszik.
Wow. Jó, és megvan neki valószínűleg a kombó. És van még nála egy Blizzard 60, értem, hogy az előbb szedett. Nem, mert az előbb a Frost Navát szedte. Jó. Oké, ez mondjuk problémás egy picit. És szerintem megjátszhatom a... Játsszuk az ötöst, mert hogyha kirakna valami spellt... Hát ez semmit nem csinál. Inkább ez. És a deal 5 damage. Jó, szóval hogyha véletlenül felrakna counter spellt, akkor ezzel a kettővel még mindig jó vagyok. Kivéve, hogyha neki most megvan. De nem lesz meg ennyiből. Abba szedhet egy ice blokkot. Uh-huh. Nem barrier, az blokk, barátom. Ezt lehetett volna pingelni is, de igazából mindegy, hogy mennyibe prokkolom, nem? Számít az, hogy kirakom-e, vagy nem rakom ki. Egy lapot ad a kezembe. Nem számít. Ez pont az egyik legszarabb spell. Jó, és hogyha most megvan neki a kombó, akkor vesztettünk. És ha kiraktam volna Anduint, akkor is teljesen mindegy lett volna. Egyetlen dolog tudott volna megmenteni. Ha a kabalisztómot kirakom, és abból egy polimorfot tudok szedni. De nincs meg neki a teljes kombó. De megvan. Rohadj meg. És ott van, igen. Úgyhogy ha az egyiket lepolisztam volna, még akkor is meg lett volna neki az egész. Igen. Igen. És most kirakja Antót, és örülünk. Jó. És nem rakja ki a... Ja, ez csak BM. Nem raktam még ki a questet. Pedig elvileg manából kifér neki, mert már ingyen van. Igen, igen, még egy kicsit csinálja. Felhúzta a teljes deckjét, és erre büszke, hogy hogy felhúzta Anthony ezt, és hogy megvan neki a dolog. Ezért tényleg kell beemelni ám. Na. Na és húzza az időt egyébként, tehát így játssz itt a faszt, és így... Ó, nagyon ügyes vagy. Ugye rajta is blokk van, rajtam is blokk van. Nekem egy blokkom van, neki viszont kettő, úgyhogy sajnálatos módon eldőlt. Ezt ki tudom játszani. Azzal tudok teljes asztalt takarítani, viszont a keze attól még... A kezébe attól még ott vannak a fireballok. Jó, viszont.
Nem fatigol még, és ez probléma. Tehát, hogy igazából teljesen mindegy, hogy mit csinálok. Ha következő fatig lenne, akkor nem lenne mindegy. Jó, még nézzük, hogy kapunk-e ebből egy blokkot. Ha kapunk egy blokkot, akkor... És így igazából már teljesen lényegtelen. És megnyertük, nem ice blokkja volt. Ezért nem adjuk fel, srácok, soha. Ezért nem adjuk fel, srácok, soha, és ezzel a nagyon epikus meccsen mentünk be 4-re. Azért ez egészen jó volt. Jó. Már majd nem feladtam, de mégsem. Ez szép volt. Na, srácok, úgyhogy ez lett volna most Savage-nek a kazakuszos, majdnem Reno-t mondtam, de hogy ez kazakuszos, Death Knight-os Control Mage. Úgyhogy mutatom a listát, hogyha meg tudjátok építeni, akkor játszatok vele, mert egyébként jó, hogyha nem misszeltek letált, mint én a Priest ellen, akkor még jól is tud működni, és láttátok, össze tudnak itt jönni a dolgok, hogyha össze kell. Na jó van, ennyit szerettem volna most, és találkozunk legközelebb, mondjuk lehet, hogy holnap, vagy még azt is meglátjuk, hogy mikor, valami teljesen mással. Sziasztok!